Én hálás vagyok az Úrnak, hogy itt álltak a testvérek között az Úr házában, mielőtt néhány szót szólnék az igéről, most arra az alkalmat, hogy kívánom mindenkinek Istentől megáldott is karácsony. Családommal szeretnénk az ünnep további részét volna fegyelkezni az érszülés gyülekezetben, és közebben költeni, ahol az Úrral megengedő szolgáljuk. Hát ha a testvérek üzennek valamit, átfogítom a testvéreket, amit annak ahol az Úrral alkalmat. Köszönjük az érszülési testvéreket, és mindazok, amikkel akarok ezt találkozni. Köszönöm szépen, és kívánjuk ezt a testvéreket. Ezért adottak az alkalmat, hogy egy gondolatot megosztok a testvérekkel. Hát én már egy istentiszteletre ülök, egy szemítósoron, és ott egy alkalom volt, ahol a Lukács evangéliumával foglalkoztunk. Szép számmal voltunk jelen, több mint 100-an, hála legyen az Úrnak és dicsőség. Egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni Lukács evangéliumából a második résztől. És lőjük, mikor elmenjenek az apjok, őt ülök a mennybe, mondanak a pásztor emberek egymásnak, menjünk el, mint Betlehembe, és lássuk meg el egy dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Az, ami elgondolkoztatott ezekkel a nagyon egyszerű emberekkel, valószínű írástudatlan emberekkel kapcsolatban, van bennük valami, volt bennük valami, ami belőlem és belőlünk, ma élő keresztényekből, Isten gyermekéből nagyon sokszor hiányzik. Volt bennük valami, ami megmozdította őket. Ott voltak a Betlehem mezején, jöttek az angyalok, hallottak valamit, és azt mondták, hogy menjünk el. Lássuk meg ezt a dolgot. És az a valami, ami volt bennünk, és talán sokszor bennünk nincs, egy vágy, egy szomjúság az Isten jelenléte után. Az Isten közelség után. Az élő Jézus Krisztus jelenléte. Aki karácsonykor gyermekként eljött ebbe a világba, hogy ehhez a számomra, számomra Isten szeretetét. Pásztor ember testvéret. Nem olvasták a Bibliát. Lehet nem is olvasták a Bibliát. Lehet nem tudták még az Ószövetség könyvét sem. Annak idején még az volt az Ószövetség Biblia. De mégis volt bennük valami, ami megmozdított. Nem tudjuk azt, hogy pontosan mennyi kilométer, hány órát, mennyi kellett nekik az éjszakában aludni. De hogy az nekik fontos volt, ez biztos. Most, hogyha azt mondja az ige, hogy menjünk el mind, akkor mind elmentek. Hát nem pásztorok voltak? De. Nem volt rájuk? De. Nem volt felelősségük a gazda előtt? Nem a saját nájukat vigyázták. De! És mégis ki vigyázott a nájukat? Hát fontosabb volt az, hogy mind elmenjünk és lássuk, amit az angyalok megmondtak. Igen, fontosabb volt. És úgymond bevállalták ezt a rizikót, és ott hagyták a nájukat, és elmentek. Nem tudjuk hány kilométer, hány óra hosszát, mennyit mentek, de mentek. Mert volt egy égő. Várjunk, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal. Testvérek, csupán egyetlen egy gondolat a következő vers elejéről. Ha olvasod a 16-os verset, az azzal kezdődik, elmennek azért sietségre. Tehát az, amit mondtak, nem csak szó volt, hanem gyakorlatba jutették és megtették. És ebből állás származott, megtalálták Jézus Krisztus. Hát én kívánom azt, hogy ilyen ünnepünk legyen. Adjon az Úr egy ilyen megújult vágyat a Jézus Krisztus, az Isten jelenléte után. Adja vissza, hogyha meglakad bennünk a szeretet első tüze.
Mert ha ez megújul bennünk, ez megújul bennem, akkor lesz vágy Isten után, Isten jelenlét után, és akkor csodálatos jövőnk át az Úrral. Én kívánom azt, hogy nem olyan ez a karácsony, hogy ők felelőtől sem, annyi jövőnk az Úrral.